Cserna Gábor városunk polgármesterének tájékoztatóját a Dunai Városi SC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanulói szemléltették. A diákok a Dunai Városi Kohász Kézilabda Akadémiát, a Dunai Város Pasét, illetve a Dunafer Esse Kajakkenu szakosztályát képviselték. A fiatalok ki is próbálták az új sportparkot. Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, amelyet leginkább a könnyen hozzáférhető, ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Ez egy 2016-ban indult programnak a része. 2016 nyarán döntött a kormány egy program beindításáról. A Dunás önkormányzat az elsőként csatlakozott ehhez a programhoz, és a tavaly évben értesültünk arról, hogy egy úgynevezett C-típusú kültéri, mert látható, hogy kültéren vagyunk, hogy egy C-típusú kültéri sportparkot nyert, illetve annak a támogatási összegét nyert el a város. Az igényelt 400 méteres futókörre nem nyert támogatást az önkormányzat, de a későbbiekben várhatóan újra lehetőség nyílik pályázni, és a remények szerint a futópálya tervét is megvalósítják majd. A munkaterület átadás vétel 2017. október 31-én történt meg. A C-típusú sportpark jellemzője, hogy 90 négyzetméter alapterületű legyen, és minimum 8 darab sporteszköz helyet kapjon. Lehetőség van a húzóckodásra, tolóckodásra, fekvőtámaszra, has- és hátizomfejlesztésre is. A beruházó és építtető a Nemzeti Sportközpontok nevű háttérintézmény. A lebonyolító műszaki ellenőr közbeszerzési tanácsadó az a BMS KZRT, amely általában ugye más már ismert sportcélú fejlesztések esetében is a műszaki lebonyolító. A nyertes kivitelező pályázat alapján a Penti Industry Kft. És alvállalkozóként egyéb feladatok ellátására a város saját vagyonkezelő cége, a DVG ZRT csatlakozott be. A világítás még nem készült el, de az önkormányzat már megkérte az árajánlatot. A sportpark műszaki átadás átvétele 2017. december 14-én megtörtént. A Nemzeti Sportközpontok által fizetett bruttó 11.761.724 forintból jött létre a park, a fenntartás és az üzemeltetés pedig az önkormányzat feladata lesz.